Sziasztok, Dobó Kata vagyok, és itt vagyunk az InStyle címlap fotózásán. Nagyon örültem, hiszen így gyakorlatilag tényleg minden filmet meg kell, hogy nézzek, ami nekem nagyon nagy boldogság, mert általában az ember úgy van vele, hogy persze nyilván ami érdekli a magyar felhozatalból, és én még azok közé tartozom, aki elég sokat megnéz, de azt nem mondom, hogy mindegyiket, ami abban az évben készült, azt megnézem, de most így kénytelen leszek, illetve nagyon boldogan teszem meg azt, hogy megnézem ezeket a filmeket. Nagyon izgalmas, hogy a zsűritársaimmal időről időre leültünk, átbeszéljük ezeket a dolgokat. Néha természetesen vitatkozunk, de aztán közös nevezőre jutunk és meghozzuk a döntésünket. Ez is egy új élmény az életemben. És mi is mindig nagyon jó felfedezni új tehetségeket, vagy megadni az esélyt valakinek, aki átveheti a díjat, és azt mondhatja, hogy de jó, ebben az évben engem ítéltek a legjobbnak. Hát ezt nem nagyon lehet egy darabot, vagy egy filmet kiemelni a pályafutásomból, amire azt mondanám, hogy az a nagy kedvencem, mert hogy mindegyik adott nekem, vagy hozzám, illetve remélhetőleg én is adtam a karakternek magamból elég sokat. De most, hogy itt vagyunk Széchenyi fürdőben, el kell, hogy mondjam úgy, ugye, hogy a Csak szex és más semmi című mozifilmnek egy részletét itt forgattuk, úgyhogy visszajöttek a régi emlékek, ami nagyon buris volt, tényleg imádtuk forgatni, különös ezt a jelentet, amit itt forgattunk. Szóval nagyon nehéz, mert mindegyik a szívemhez közel áll valamilyen oknál fogva, úgyhogy föl kéne sorolnom szerintem az egész filmográfiámat, amit most nem fogok. Itt is élmény volt a fotózáson találkozni egyébként a címlaplányokkal, nem mindegyikkel találkoztam még élőben, ami egy kisebb fajta meglepetés, hiszen azért ez egy kis szakma itt Magyarországon, de minden esetre ez így alakult, de nagyon örülök, hogy azokkal, akikkel nem azokkal, hál' Istennek, akkor most volt alkalmam. Flottó ment, jó volt a csapat, szerintem nagyon jó lesz a végeredmény, nagyon kíváncsi vagyok rá. Makkároly szerelem című filme a kedvencem, az egyik kedvencem.